Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő most nem érti azt, hogy te mit szeretnél. Mi a kapcsolat köztetek? Mi köt össze benneteket? Mit tudsz annak érdekében tenni, hogy javuljon ez a helyzet? Erről van szó ennél Lajóslásnál. Ez egy általános kirakás, persze megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. Ez mindig 3500 forint minden jóslásnál. És ha asztrológiával kiegészítve kéred, akkor a díjam 9000 forint. Tehát itt arról van szó, hogy ő nem ért meg téged, mi az oka, mit tudsz te annak érdekében tenni, hogy javuljon a helyzet, és mit fog ő tenni. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, és szemben van a lelki társad, vagy lelki társnőd. És most megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet, és erre utal itt ez a kártya. Légy türelmes, légy várakozó, mert hamarosan lesz egy kellemes meglepetés, egy csoda vagy egy ajándék. És mi van vele? Itt látható ezen a kártyán. Akkor is, ha eddig olyan visszahúzódó volt, itt most lesz egy nagy ugrás előre, tehát lesz mozgás, közeledik hozzád. Ez a híd köt össze benneteket, és itt ez a kártya utal arra, hogy mi az, ami mindkettőtöknek fontos. Mi a vonzalom kettőtök között? Itt az isteni hatalomról van szó, tehát a jó Isten úgy akarja, hogy összejöjjetek, de ez a kártya azt is jelentheti, hogy imádkozz azért, hogy javuljon a helyzet. És milyen lépéseket fogsz tenni? Itt nálad döntésekről lesz szó. Erre utal ez a kártya. Tegyem, vagy ne tegyem, keressem-e a kapcsolatot vele, igen, vagy sem. De itt láthattuk, hogy jobb lenne, ha te visszahúzódó lennél, várj arra, míg ő jelentkezik. Hamarosan lesz egy beszélgetés kettőtök között, és ez sikereket hoz. Akkor is, ha más irányba tekintetek, de mégis lesz itt mozgás, közeledés, találkozás, beszélgetés. Nem kell, hogy te hozz itt döntéseket, hanem az a fontos, hogy ő lépjen előre, jöjjön hozzád, ő hozza meg most ezeket a döntéseket. És mit fog tenni? Itt látható egy jó indulatú férfi, az lehet valaki az ő környezetében, az apukája, vagy a főnöke, aki segít neki, de itt ez a jó indulatú férfi jelentheti az ő tartását, és hogy jó indulattal közeledik hozzád. Ő áll itt a középpontban, tehát megvannak az elvárásai, hogy ő kapjon dicséretet, hogy te felnéz rá. Lehet, hogy kicsit olyan egoisztikus most jelen pillanatban, de mégis jó indulatú, és lesz itt kapcsolat, kéz a kézben mentek közösen ezen az életúton. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!